Hello, ladies and gentlemen, this is Exopolitics Hungary. Szervusztok, hölgyek és urak, ez az Exopolitika Magyarország. This is our first interview with Alfred Lambermont Weber, father of Exopolitics. Ez az első interjúnk Alfred Lambermont Weberre, az Exopolitika atyával. My partner is Bence Szilvási, a partnerem Szilvási Bence, szervusz Bence. Szervusz, köszöntök mindenkit. And so my first question will be, tell us a bit about yourself, how did you come to exopolitics? Tehát az első kérdésem az lenne, hogy mondja néhány szót magáról, és hogy jutott el az exopolitikához, Alfred? Thank you. First of all, I just want to say that I'm very happy to be here speaking with Exopolitics Hungary. Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy az exopolitika Magyarországhoz beszélhetek. We thank you. Mi köszönjük. I am a futurist who lives in Vancouver, Canada, and I have degrees from Yale University, a law degree from Yale Law School, and a psychotherapy degree from the University of Texas. Tehát tulajdonképpen jövőkutató vagyok, futurista, jelenleg Vancouverben, Kanadában élek, és különböző tudományos fokozataim vannak, elsősorban jogász a Yale Egyetemről, illetve egy pszichoterapeuta Texasi Egyetemről. I have taught in the economics department of Yale University and in the government department of the University of Texas. Hát a közgazdasági tanszéken tanítottam a Yale Egyetemen, illetve a Texasi Egyetemen a kormányzati tanszéken. Toward the end of 1972, when I was general counsel of the New York City Environmental Protection Administration, amikor a környezetvédelmi hivatalnak voltam ilyen általános megbízottja 1972-ben, I realized that the positivist paradigm of time, space, energy, and matter was not telling the complete story of the multi-dimensional reality that we are in. Rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen ez az űr, anyag, idő igazából nem mondják el a teljes valóságot arról arról a dimenzionális egységről, amiben tulajdonképpen mi részt veszünk. I began to read books like Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain by Ostrander and Schroeder. Elkezdtem olvasni olyan könyveket, amik ugye ezzel foglalkoznak, a vasfüggöny mögött, és hát ez... Pszichés felfedezése. Igen, így van. I contacted a professor of experimental psychology at Rutgers University, who was an expert in parapsychology and in extraterrestrial civilizations. Kontaktba, tehát érintkezésbe léptem egy olyan professzorral, aki szakértője volt a földön kívüli dolgoknak és a parapszichológiának. By the middle of 1973, I had published my first book, which put forth 1973 közepére pedig leközöltem az első könyvemet, which put forth the context communication theory of extraterrestrial intelligence. Ami tulajdonképpen a földön kívüli intelligenciákkal való kommunikálást célozta meg. That was published in the United States, Canada and Japan. Ezt az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban adtuk ki. I have ever since then worked in the multidimensional area. Azóta több dimenziós területen dolgozom. And have been director of the proposed 1977 Jimmy Carter White House Extraterrestrial Communication Study. És tulajdonképpen a megbízott igazgatója lettem volna az 1970-es Carter-féle földön kívülieket kutató osztálya. I am credited with founding the science of exopolitics. You are credited to
I am credited with founding the science of exopolitics. Igen, tehát az exopolitikának a megalapításával, az egész financiális oldalával vagyok megbízva. Exopolitics is the science of relations among intelligent civilizations in the multiverse. Az exopolitika pedig az a tudomány, ami a több civilizációnak a kapcsolatáról szól a multiverzumban. It was first published in my book Exopolitics, published in the year 2000. Ez az első 2000-ben közölt könyvemben az exopolitikában fogalmazódott meg. You can now read my book Exopolitics, Politics, Government and Law in the Universe as an e-book online in Kindle. És a Kindle-en keresztül online olvasható ez az Exopolitika című könyvem. That book was written in 1999 and published in the year 2005. 1999-ben íródott a könyv, és 2005-ben publikáltam. We have witnesses who state that the CIA using secret time travel technology. Vannak olyan tanúink, akik alátámasztják, hogy a CIA az titkos időutazási technológiákat alkalmaz. Took my book Exopolitics from the year 2005 back to the year 1971. És ezekkel a technológiákkal a könyvemet 2005-ből tulajdonképpen 1971-be. In 1971, it was witnessed by former U.S. chrononaut Andrew D. Bisciago. És ezt 1971-ben ugye a korábbi amerikai időutazó, ezt hívják ugye chrononautának, tehát a korábbi amerikai időutazó Andrew D. Bisciago is tanúsít. In 1971, I was visited by 50 members of the CIA and the Department of Defense who had read my book and wanted to see what I was like that in more than 30 years in the future I would write this book. És 1971-ben meglátogattak 50-en a CIA-ból, illetve a Védelmi Minisztériumból, akik látni akarták, hogy ki vagyok, aki 30 év múlva vagy majd meg fogja írni ezt a könyvet. That's what we call time travel surveillance. Ezt hívjuk ilyen időutazási megfigyelésnek. Extraterrestrials and the CIA and the NSA use time travel and teleportation to control the civilian population of planet Earth. Ezek a kormányszervek, ugye a CIA, az NSA és hasonlók olyan időutazási technológiákat használnak, amivel kontrollálhatják az egyes személyeket, és így tulajdonképpen a civilizációt ellenőrizhetik. That is why I called exopolitics the survival science. It is necessary for you to know this for your survival. Ezért hívják az exopolitikát a túlélés tudományának, mert szükségszerű a túléléshez. I think I've answered your first question. Azt hiszem, hogy választ kaptunk az első kérdésre. Yes. Would you mention something about Kuala Lumpur? Megemlítene valamit Kuala Lumpurral kapcsolatban? Yes. I've been a judge on the Kuala Lumpur War Crimes Tribunal. Igen, tehát a Kuala Lumpuri háborús bűnök tribunálisának vagyok az egyik bírája. It's a citizens tribunal to try war crimes. Ez tulajdonképpen egy polgári bíróság, ami a háborús bűnökkel foglalkozik, ezeknek a megfelelő pereivel. So far we found Tony Blair, George W. Bush,
Richard B. Cheney, Donald H. Rumsfeld, Roberta Gonzalez, and their lawyers guilty of the Nuremberg-level war crime and torture for starting the illegal genocidal war in Iraq and for torture in Iraq, Afghanistan, and Guantanamo. És az előbb elhangzott ismert amerikai államvezetőknek a neveit, ugye nem kell bemutatni, ezeket találtuk bűnösnek olyan népirtási, illetve különböző háborús bűnökben, amit a hatalmon levés alatt szépen elkövettek különböző országok ellen, mint például Irán, Afganisztán, Irak. I'm also a judge on the 9/11 War Crimes Tribunal. Szintén bírája vagyok a szeptember 11-gyel kapcsolatos tulajdonképpeni háborús bűnöknek a tribunálisának. That is a tribunal to try the war crimes that were engendered by the false flag operation of September 11, 2001. Ugye ez a bűnügyi testület azokat a pereket irányítja és végzi, ami a szeptember 11-ben, ugye amikor hát abszolút fals és mondva csinált dolgok zajlottak a háttérben, és nem a valóságos dolgokat láttuk, mint emberek, hát ezekkel kapcsolatos háborús bűnöket fog terbe. The intent of 9/11 was to launch a war of terror worldwide and a domestic police state worldwide. A valós szándéka ugye a szeptember 11-i történéseknek az volt, hogy tulajdonképpen egy rendőrállamot indítsanak el, és ugye akkor indult el ez a háború a terror ellen című mozgalom is, ami az akkori államvezetőknek a szándéka volt. Both of these tribunals are citizens' tribunals operating under the power of natural law. Mind a két tribunátus a polgárjogi szervezet, tehát a természetes jog alatt működik. Natural law is the power of justice that is inherent in the very design of the universe. A természetes jog az az igazság, ami a természetben ugye naturálisan létezik. When the organs of the state are failing to provide justice, citizens can come together under certain protocols and render justice under natural law. És akkor, amikor egy állam tulajdonképpen felsül abban, hogy megfelelően igazságot szolgáltasson, akkor a polgárok összefoghatnak, és az összefogásuk alapján a természetes jog védelme alatt ők szervezhetik meg az igazságszolgáltatást. Does this answer your question? Absolutely. Ja, tehát, hogy megválaszolja a kérdést. Okay, my second question would be, how is exopolitics different from ufology? And what is its most important message? Yes, well, that's a very interesting question. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az volt az exopolitikai mennyire különbözik az ufológiától. Ufology is a science that deals with the phenomena of unidentified flying objects. Az ufológia ugye csak azzal a fenoménnal foglalkozik, ami az azonosítatlan repülőtárgyakkal foglalkozik. The very term unidentified flying objects was invented by the U.S. Air Force, which is one of the agents of the extraterrestrial cover-up. Tehát ezt a fogalmat, ezt ugye az amerikai légierő találta ki, és ugye ez tulajdonképpen csak egy ilyen fedőnév használat volt tulajdonképpen. So it is a science that itself has the cover-up built into it. Tulajdonképpen a tudomány maga, amiben bele van építve egy ilyen
információ, tehát egy ilyen rejtett információ. And ufology covers a wide spectrum of objects that are unidentified, which could include meteors, it could include swamp gas, and it could include hyperdimensional spacecraft. Így az ufológiában, hát ugye nagyon sok olyan tárgy van, ami az azonosítatlan halmazba bőven bele tartozik, tehát olyan, hogy akár lehet egy meteor, akár lehet mocsárgáz, vagy akár lehet akár éppen egy hiperdimenzionális űrhajó is. Exopolitics is like anthropology. Az exopolitika ellenben olyan, mint az antropológia. Anthropology studies all of the different typologies of Homo sapiens on one planet, planet Earth. Tehát ugye az antropológia tulajdonképpen a Homo sapiens-szel foglalkozik, ezekkel a morfológiai sajátossággal egy adott bolygón, itt az adott bolygó a Föld. Exopolitics studies the relationships among all of the intelligent civilizations in the multiverse. Can you repeat that again, Alfred? Yes, exopolitics studies the relationships among all intelligent civilizations in the multiverse. Az exopolitikai tanulmányok azok egymáshoz a multiverzumban élő civilizáció közötti kapcsolatot vizsgálja az exopolitika. Exopolitics is not limited to the study of unidentified flying objects. Az exopolitika ugye nem határolja be saját magát ahhoz, hogy csak azonosítatlan repülőtárgyakkal foglalkozzon. The focus of exopolitics is intelligent civilizations themselves. Az exopolitika fókuszát az intelligens civilizációk képezik. Therefore, there's a very detailed exophenotypology. Ezért van egy nagyon részletes exotipológia, egy fenotipológia. There's a humanoid typology. There's a reptilian typology. Egy hüllőszerű tipológia. Csak kicsit belejavítok, mert a hallgatók most nem értették, tehát az első volt a humanoid emberszerű, a második volt a hüllőszerű. Csak ott akadt a hang. Go on, please. There's an avian typology. Van egy madár jellegű tipológia. There's an insectoid typology. Van egy rovar jellegű tipológia. There's a gray typology. Van egy úgynevezett szürke tipológia. And there's a silicon-based typology, not only carbon-based. És ugye a mostani emberrel, ugye a szén alapú alappal ellentétben van egy szilícium alapú életforma tipológia is. Intelligence can take many forms in the physical universe, not only the humanoid form. Az intelligencia az ugye sok formát ölthet a fizikai univerzumban, nem csak humanoid formát. There are at least 14 or 15 different scientific sources for exopolitical data. Legalább 14-15 olyan különböző forrás van az exopolitika adatbázisában. We have witnesses from top secret programs of that are yes. Okay. Tehát olyan tanúink vannak nagy titkos programokból. Of extraterrestrial visitation. Amik ugye ilyen jellegű földön kívül látogatásokról tesznek említés. With the government. Nyilván kormányzati szinten. The US government has bases on other planets. Az amerikai kormánynak több bolygón vannak bázisai. They have exchange programs with other intelligent civilizations.
és tulajdonképpen csereprogramjai vannak több földönkívüli civilizációban. There are witnesses from these programs that have defected and that we interview. Tehát a tanúink, akik ezekből a földönkívülés programokból szállítottak nekünk beszámolót, ugye ezek tulajdonképpen olyanok, mint hogyha katonai dezertőrök lennék, és ők szolgáltatták az anyagot. Then the extraterrestrial civilizations themselves contact many different types of humans. És a földönkívüli civilizációk azok rendkívül sok kapcsolatot hoztak létre az emberekkel. We interview them and obtain information about the extraterrestrials. Ugye meginterjúvolunk, és innen megvan a megfelelő földönkívülekről való információ. Then there are books and texts that are reportedly written by extraterrestrial or hyperdimensional sources and left for humans as information. Illetve vannak olyan könyvek, illetve szöveges anyagok, amiket vagy földönkívüliek, vagy pedig magasabb interdimenzionális lények írnak, akik az emberiségre ráhagyják ezeket az anyagokat, és innen is lehet információkhoz jutni. We read these books and interpret them, and they become part of exopolitical theory. Elolvassuk ezeket a könyveket, megfelelően értelmezzük őket, és ezek így válnak az exopolitikai adatbázis, illetve a tudománynak a részévé. Ufology is a limited part of the database of the science of exopolitics. Ufológia csak egy eléggé limitált része az exopolitikának. We study those hyperdimensional spacecraft that enter into our time-space dimension. Tanulmányozzuk azokat a hiperdimenzionális űrhajókat, amik belépnek a létezésbe, a bolygóba, illetve a dimenzióba. We can identify some of the types of spacecraft and match them with the civilization they belong to. Meg tudjuk határozni némely űrhajónak a pontos típusát, és ezeket hozzá tudjuk rendelni a megfelelő civilizációhoz. Also, the UFO phenomenon itself. A UFO fenomén igazából önmagában has been used as a mass psychological cueing device. Ez tulajdonképpen egy ilyen tömeg pszichológiai irányzék. Operating on the periphery of human consciousness. Ami az emberi tudatosság perifériáján operál. And slowly waking up humanity into the fact that it's not alone. És szép lassan ráébreszti az emberiséget arra, hogy nem vagyunk egyedül. That it is in a populated and organized universe. Hogy ez tulajdonképpen egy eléggé sűrűn lakott és jól szervezett univerzum. As well as in an organized and populated multiverse. Egy sűrűn lakott és organizált multiverzum. As well as in an organized and populated omniverse. És ismételten egy sűrűn lakott és jól szervezett omniverzum. The omniverse is the connection between exopolitics and spirituality, but I get ahead of myself. Az omniverzum tulajdonképpen az összekötő kulcs az exopolitika és a spiritualitás között, de egy kicsit előre is szaladtam. Yes, so that would be my next question. Igen, tehát ezen a következő kérdésem. So what is the connection between exopolitics and spirituality? Tehát hogy mi a közös kapocs az exopolitika és a spiritualitás között? Yes, we are now in a time when science and spirituality are coming together. Most egy olyan időt élünk meg tulajdonképpen, amikor az idő és a spiritualitás egybeforr. What this means is that
all of the questions that have been traditionally in the area of religious belief. Amikor ilyenkor olyan kérdések merülnek föl, amit tradicionálisan mondjuk vallási alapokra, hitekre helyeznénk, can now be addressed by the scientific method. Most már a tudományos módszerekkel is igazolni lehet. Of uniform protocols and replicable results. Egyesített protokollokkal és megismételhető eredmény. In our current civilization, as soon as we have uniform protocols and replicable results, we call those replicable results scientific knowledge. Jelenlegi civilizációnkban, amikor valamit úgy tudunk mérni, hogy ismételhető eredményt ad, akkor azt ugye tulajdonképpen egyszerűen tudományos eredménynek hívjuk. We have now achieved uniform protocols and replicable results about the nature of the human soul. Tehát elértük azt, hogy olyan egységes protokollokat és ismételhető eredményeket írunk el, amivel tudjuk definiálni az emberi lelket. About the nature of life after death. A halál utáni életet és ennek természetét. And about the nature of God. És az Isten természetét. And so, the questions of religion have now become questions of science. És így tulajdonképpen a vallási kérdések azok a tudomány kérdéseivé váltak. Likewise in exopolitics. Hasonlóan az exopolitikában is. A very short centuries ago, people were put under arrest for saying that the sun, that the earth revolved around the sun. Hát igen, ugye az embereket még bezárták, vagy éppen más büntetés alá helyezték, hogyha éppen azt merték mondani, hogy a föld kering a nap körül. Yet we know now from science that we live not only in one universe. És most már ugye tudjuk azt is a tudományos aspektusból, hogy nem csak egy univerzumban élünk, but that we live in a multiverse, which is composed of many universes. Hanem egy multiverzumban, ugye, ami több univerzumból épül fel. And one scientific estimate of the number of universes in the multiverse has been found to be 10^10^10^7. És ugye egy becslés szerint a multiverzumban levő univerzumok száma, ez most egy elég érdekes szám lesz, mert ugye a 10 a tizediken, a tizediken, a tizediken, a tizediken, a hetediken. Hát ez egy óriási szám. That must be trillions of universes. This in the words of the discoverers is a humongous number. Ez a felfedezés sorában ez egy óriási, egy kimondhatatlan szám. But all of these universes are universes of time, space, energy and matter. De ezek az univerzumok mind az idő, az űr, az energia és az anyag halmazába tartoznak. They are what we call the exopolitical dimensions. Ezek, amiket mi exopolitikai dimenzióknak hívunk. And inside the exopolitical dimensions are all of the creatures of time, space, energy and matter, like human beings. Ebben az exopolitikai dimenzió belsejében, ugye ebben vannak a lények, amik ugyanezeknek a komponenseknek az eredményei, ugyanúgy, mint az emberek is. But there's another part that is outside of the multiverse. És akkor ugye még van valami, ami a multiverzumon kívül van. And that is what I was speaking about at the beginning. És ez az, amiről az elején beszéltem.
This comes from the science of soul and the science of God. És ez jön a lélek tudományából, illetve az Isten tudományából. We now have uniform protocols and replicable results as to the nature of the soul and the nature of the afterlife. És ahogy ugye említettem, most már ugye vannak egységes protokollok és ismételhető eredményeink a lélek természetével kapcsolatban, illetve a halál utáni élet megfejtésével kapcsolatban. There are over 7,000 cases of Dr. Michael Newton of hypnotic regression of memories, of soul memories, of what they call the interlife. A több mint 7000 olyan eset van dokumentálva a Dr. Michael Newton kutatásaiban, ahol betekintést nyerhetünk abba a tulajdonképpen köztes életnek nevezett fázisba. What these replicable results, which occur in all cases, show. És ugye itt ezek az ismételt eredmények mindig mutatják erről. Is that each of us humans has a deeper soul that survives bodily death. Ami, tehát ez mutatják, hogy a mélyebben gyökerező lelkünk, ami van ugye nekünk emberi lényeknek, az a testhalálát mindenféleképpen túléli. Upon the death of our body, the soul teleports through an interdimensional portal outside of the time-space universe into what we call the spiritual dimensions. A test halála után a lélek teleportálódik az általunk spirituális dimenziónak nevezett kapun, tulajdonképpen így eltávolodván az anyagi világtól. In the interlife, then, it goes into a very complex, organized life with the intelligent civilization of souls. És így a köztes életben tulajdonképpen egy nagyon magasan szervezett élethelyzetbe kerül a tulajdonképpen az életek, a lelkek életvilágában. And it may incarnate in other lives back into the exopolitical dimensions. És akkor utána újra születhet ismét más életekbe, már immáron az exopolitikai dimenziókon belül ismét. Humans souls may incarnate as humans on a particular planet or as any other sort of being on any sort of other planet. Tehát az emberi lelkek azok újra születhetnek így tulajdonképpen akár a Földön, vagy bármilyen más bolygón tulajdonképpen, akár humán élőlényként, akár pedig egészen más élőlényként is. The purpose of these incarnations is for soul development and moral growth. A célja ezeknek a újraszületéseknek az tulajdonképpen az, hogy a lélek egy fejlődési folyamaton menjen keresztül. So that the purpose of the universe and all of the universes of the multiverse. És az univerzum célja, illetve a multiverzum univerzumainak a célja, is to serve as a vast virtual reality. Hogy tulajdonképpen egy hatalmas virtuális realitás tenger legyen ehhez. For growth experiences for the intelligent civilization of souls. Hogy ugye szolgáltathasson egy ilyen jellegű növekedési tapasztalatot, ami a lélek fejlődést szolgálja. These souls incarnate into virtual avatars like Alfred. Ezek a lelkek azok tulajdonképpen újjá születnek olyan virtuális avatárokba, mint például Alfred. Or like Balint and like Bence. Vagy mint ugye Balint vagy Bence. Now, what the science shows also, de a tudomány mutatja,
is that we now know how souls are created. Most már tudjuk azt, hogy hogyan kreálódnak a lelkek. What the replicable results of these 7,000 cases show. És ahogy ez az említett több mint 7000 olyan adat, illetve eset mutatja. Is that souls are created as balls of light from a vast sea of light that is known as God. Hogy ezek a lelkek tulajdonképpen kis fénylabdaként jönnek létre egy olyan határtalan fénytengerből, amit Istennek hívunk. So each human soul is a holographic fragment of God or the creator of everything. Tehát minden emberi lélek egy holografikus töredéke a isteni nagy jelenlétnek tulajdonképpen. And the principle of the hologram is that the whole is in each part. The whole is that each part of the whole contains the whole. Az alapprincipium az az, hogy minden egyes töredék tartalmazza a teljes egészet. That means that according to the science of the hologram, ez azt jelenti, hogy ugye legalábbis a hologram tudománya szerint, each of our souls is God. Minden lélek Isten. Because it is a fragment of a holographic fragment of God. Mivel ugye egy töredékű a holografikus egésznek. That's why, for example, some of the Eastern greetings are namaste. És ami ugye ezek a keleti üdvözlések, mint például namaste. I salute the God within you. Az azt jelenti, hogy tisztelgek a benned levő Istennek. Now, what the 7,000 cases, replicable cases also show. És amit a több mint 7000 ismételhető eredményű eset még mutat, is that what we call source or God, amit mi forrásnak vagy Istennek hívunk, is the totality of, az a totalitása a the intelligent civilization of souls, a lelkek intelligens civilizációjának, plus spiritual beings, a spirituális lényeknek, plus God itself, illetve magának az Istennek. All of that is the spiritual dimensions. Ez ugye a spirituális dimenzió. And the spiritual dimensions, és a spirituális dimenzió, are constantly creating the exopolitical dimensions. Folyamatosan kreálják az exopolitikai dimenziókat. All of our souls collectively, összesen ugye a lelkeink, are involved in creating the universes of time, energy, space and matter that we're in. Tulajdonképpen folyamatosan kreálják az univerzumokat, ugye az idő, az energia, az anyag és az űr dimenzióit, amiben mi részt veszünk. So, as souls in the spiritual dimension, a lelkek a spirituális dimenziókban, we're involved in creating the exopolitical dimension, ugye megkreálják az exopolitikai dimenziókat, so that we can incarnate into it, hogy lefülethessünk beléjük, and have these diverse experiences that, for example, we call human lives on earth. És megszerezhessük magunknak azokat az élményeket, amiket például úgy hívunk, hogy emberi életek a Földön. These are also like deep spiritual truths that the religious traditions have taught. Ezek tulajdonképpen ugyanazok a mély spirituális igazságok, amiket a vallások tanítanak. The difference is now that we can prove them through science.
Mindössze annyi a különbség, hogy most már a tudomány segítségével ez bizonyítani is. And we can provide accuracy around some of the details. És a részletek körül sokkal pontosabban tudjuk ezeket bizonyítani. And also some of the religions are promoting things that are not scientifically accurate. Nyilván a vallások azok olyan dolgokat promotálnak, amik tudományos szempontból nem teljesen pontosak. About what happens in the afterlife. Mint például, hogy mi történik a halál utáni életben. About the nature of reincarnation. Ilyen a reinkarnáció természete. About the nature of heaven and hell. Mi a mennyország és a pokol természete. So, what we call the exopolitical dimension and the spiritual dimensions all together, everything, including the intelligent civilization of souls and God, everything all together is the omniverse. Tehát ugye, ami ezeknek a dimenzióknak az összessége, az ugye az exopolitika és a spirituális dimenzióknak az összessége, ami magába foglal mindent, azt hívjuk omniverzumnak. And my new book, which is being published in 2014, it's the first book since Exopolitics. És az új könyvemben, amit 2014-ben fogok publikálni, az új könyv az Exopolitika megjelenése óta, is called The Omniverse, a Dimensional Ecology. Ennek ez az a címe, hogy az omniverzum egy dimenzionális közgazdaságtan. That's the connection between exopolitics and spirituality. Or economy. Ecology? That ecology, yes. Okay. Yeah. It's called The Omniverse, a Dimensional Ecology. Igen, dimenzionális ökológia. Igen. That's the connection between exopolitics and spirituality. És akkor itt a csatlakozási pontja az exopolitikának és a spiritualitásnak. Thank you. How are negative forces connected to this whole picture? Are there any negative forces? Well, in our universe seems to be designed around positivity and negativity. És bocsánat a kérdésemet lefordítom magyarra, tehát hogy vannak-e negatív erők ezekhez kapcsolódóan, és akkor a fordítás létszíves. A világunkban ugye minden a pozitivitás és a negativitásról szól, tehát még most dualizmusban élünk. And that may be a design criterion which accelerates the development of souls. És hát ez tulajdonképpen egy olyan kritérium, ami a lelkek fejlődéséhez abszolút szükséges. So that to have an experience as a soul inside a universe like the one that we're in, where there's a constant battle between positivity and negativity, between good and evil, there's a huge amount of resistance. What we come out of it through these lives, we have a tremendous acceleration of soul growth and soul development. So that's the efficiency of the design criterion of this virtual experience in this universe. Tehát tulajdonképpen ugye ezért van szükség arra, hogy ugye megtapasztaljuk azt, hogy a jó, a gonosz, tulajdonképpen a dualitásnak ez az egész háborúja, ez játszik szerepet abban, hogy a lélekfejlődésben abszolút képben legyünk, és elsajátítassunk minden olyat, ami a képi dolgainkban utána a értéket képvisel. One of the mechanisms by which one achieves this balance in the design of the universe is to design free will into the design of the universe. Igen, és az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk vele tervezni tulajdonképpen szabad akaratot az univerzumnak az alaptervébe. As we understand it, not all universes are free will universes, but this one is. És a jelenlegi értelmezésünk szerint ugye az univerzum az
Nem minden univerzum szabad akarat alapú, de ez igen, amiben mi élünk. Such that then the souls and the various advancing spiritual beings that are incarnated into this particular universe. És ugye azok a lelkek, illetve azok a, azok a lények, akik inkarnálódnak ebbe a univerzumba. Have a free will to go with or to go against general principles of justice, truth, goodness, and other values that we associate with the divine. És ezek ugye szabad akaratból elhatározhatják, hogy, hogy az árral vagy az árral szemben úsznak olyan kérdésekben, mint ugye jóság, igazság, bármilyen ilyen aspektus, ami az Istenivel kapcsolatban áll. Within our universe, there are various ecologies of consciousness. Ebben az univerzumban a tudatosságnak mindenféle ökológiái vannak. And these ecologies of consciousness are stratified around realities like service to self versus service to others. És akkor ugye itt két jelentős pontban különböztetjük meg ezeket a dolgokat. Az egyik a saját magamhoz való szolgáltatás, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen, ez egy ilyen önzőség, illetve amikor a másokat szolgálom, ami egy tisztább energiájú hozzáállás. So, a service, a soul that is oriented towards service to self can only advance to a certain level, a fourth density level of consciousness. Tehát, hogyha egy lélek az a úgynevezett magához való szolgáltatását, service to self-et éli meg, akkor az csak egy limitált szintig tud fejlődni, egy úgynevezett negyedik sűrűségi állapotig. They may be able to acquire a great deal of power or wealth in a particular life. Tehát, lehet, hogy esetleg szereznek akár nagy hatalmat vagy gazdagságot egy bizonyos életükben. However, one cannot take wealth or power as an experience with the soul. De nem vehetik föl a lélekbe ezt a tapasztalatot, ezt a hatalmat, illetve ezt a gazdagságot. And there may be an incursion of what's called karma that then would have to be repaid in future lives or on an instant basis in terms of balancing out the educational experience. És akkor ugye ilyenkor lép be az, hogy karma, és akkor többen ki kell egyensúlyozni ezeket a tapasztalatokat, ezeket a nem továbbvihető, illetve nem magasabb dimenzióban felemelhető tapasztalatokat. Because we're all inside a virtual experience. We're like inside a video game. Ez tulajdonképpen ez a tapasztalatszerzés, amit, hogyha egy videójátékban vennénk részt. And the name of the video game is the multiverse. És a videójátéknak a neve a multiverzum. And you know, there's no way out. És hát ugye ebből nem lehet kilépni. So if one is service to others, hogyha viszont rálépünk a mások szolgálatának az ösvényére, then there's a way to enrich one's soul. Ez egy módszer arra, hogy valóban gazdagítsuk a lelkünket. Through compassion. Tulajdonképpen ugye through service. Könyörületen, kegyelmen keresztül. Igen. Szolgálaton keresztül. Through knowledge. A tudáson keresztül. And through increasing the general level of consciousness of the space reality into which one incarnates. És azon keresztül, hogy ugye fejlesztjük és javítjuk a tudatossági
szintünket tulajdonképpen akkor, amikor erre szükség van. And then also to incarnate into higher densities that are beyond time-space density. És hát ez eszenciális abban, hogyha magasabb sűrűségi állapotokhoz vagy állapotokra akarunk születni, ami túlmutat a jelenleg. And finally, eventually to refine oneself to a position to start creating universes. És utána, hogyha megvan a megfelelő fejlődés, akkor egyszer csak abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy elkezdhetünk mi is univerzumokat kreálni. There's a saying. Van egy mondás. You do not break the law. Nem szeged meg a törvényt. You break yourself against the law. Hanem tulajdonképpen magadat töröd meg a törvénnyel szemben. Igen, itt ez egy eléggé nehezen fordítható angol frázis, mert ugye a törvény szegése, ugye nem töröd meg a törvényt, viszont törsz meg a törvény ellen, talán így egy kicsit magyaríthatjuk. Köszönöm. And so, being incarnated inside this virtual experience, tehát azzal, hogy ide ebbe a virtuális tapasztalatba leszület, one is subject to many unseen laws. Tulajdonképpen sok látatlan törvénynek vagy kitéve. Universal laws. Univerzális törvényeknek. Multiversal laws. Multiverzális törvényeknek. Moral laws. Morális törvényeknek. And karmic laws. És karmikus törvényeknek. And they're all for the refinement of one soul. És ez mind a lélek finomodását szolgálják. And for the development of, és annak a fejlődését, the multiverse itself. Vagy tehát magának a multiverzumnak a fejlődését is. That was great. That was fantastically detailed and descriptive. Thank you very much, Alfred. Welcome. Yes, thank you very much. I couldn't say anything except for Jesus Christ. Okay, so thank you very much for the interview. Thank Lovely. You. Lovely. And I hope we will have a second interview sometime. Great. And it was fantastic to see your face now. Calming down, connecting to the higher frequencies, and saying the words coming out automatically. That was a beautiful experience. Thank you very much. Thank you. Tehát jó volt látni az arcát, ahogy megnyugodott a végére, és egy ilyen spirituális dimenziókat kezdett el tükrözni, vagy természetesebben jöttek a szavak. Tehát valami olyan törcsér nyílt meg Alfred fölött, ahonnan az információ úgy folyik automatikusan, hogy igen, ahogy csak egy ilyen univerzális tapasztalatban. And so just one more sentence, Alfred, in Hungarian, tehát köszönöm Bencinek a fordítás nélkül, ez nulla lett volna ez az egész, úgyhogy tied minden érdem. So, thank you very much and have a very pleasant day. And you see you next time. Thank you. Thank you very much indeed. Certainly. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.